A Borsi kastély első Rákóczi György és Lórántfi Zsuzsanna házassága révén került a Rákóczi birtokok közé. Zrínyi Ilona, a fejedelem édesanyja egy véletlennek köszönhetően nem Regécen, hanem Borsiban adott életet fiának, Munkácsról hazafelé utazván. Most, 2024-ben, ennek már 348 éve. Akár a vármegyei önkormányzat, akár a Rákóczi Szövetség, vagy akár azok a szervezetek, önkormányzatok, akik érintettek, sőt, akik talán nem is, ők is mind úgy gondolom, hogy ünnepnapként élik meg II. Rákóczi Ferenc fejedelemnek a születésnapját. És akkor, ha már születésnapról beszélünk, akkor kezdjük a szülőhelyel, Borsival, ahol minden évben megemlékezés zajlik, és nagyon méltó megemlékezés ott a Rákóczi kastélyban, amely egy gyönyörűen felújított, 2018-ban felújított kastély, magyar támogatással sikerült megújítani ezt a Borsi Rákóczi kastélyt, és most is nagyon színvonalas műsorral Soltész Miklós államtitkár úr emlékezett, illetve hát olyan művészek, mint akár Nagy Csaba tárogató művész, vagy a Thália Színház, vagy éppen a Bürkös zenekar, mind ott voltak, és ott vannak minden évben, és emlékeznek a fejedelem születésnapjának. Második Rákóczi Ferenc kétszer járt Vaján. A várkastély fontos döntéseknek és tárgyalásoknak helyszínéül szolgált Pálffy János horvát bánnal. Természetesen Tarpa nagyközség sem maradhat ki a fejedelem születésnapját ünneplők sorából, hiszen 1708-ban ruházta fel hajdújoggal a mezővárost II. Rákóczi Ferenc. A kiváltság elnyerésének indoklásakor úgy fogalmazott, hogy a tarpaiak elsők valának, akik a hazájuk mellett fegyvert kötvén s életeket felszentelvén minden veszedelmekre jó szívvel mellénk adták önmagukat. A vai kastélyban, történelmi levegőben, történelmi illatok között lehet ezt a megemlékezést megtartani. De hogyha egy kicsit messzebb megyünk, a régi Szatmárba, a mostani Beregbe, Tarpára, akkor ott pedig Esze Tamás az, akihez ezerszárral kötődik. Esze Tamás Rákóczi a néven pedig egy olyan Nemzeti Lovas Színház által megálmodott művet láthattak az érdeklődők Tarpa főterén, amely úgy gondolom, hogy mindenki számára nagyon emlékezetes marad, aki ebből akár egy pillanatot is el tudott csípni. És hát itt pedig Nyíregyházán a Rákóczi Szövetség és a Vármegyei Önkormányzat közösen helyezett el koszorút Rákóczi Ferencnek, a fejedelemnek a születésnapján, annál az emléktáblánál, amely a Rákóczi utca kezdetét jelzi, és úgy gondolom, hogy a fejedelem születésnapja is egy olyan szabadságharcnak és egy olyan szabadságvágynak volt a kezdete, amely szabadságharc eredményeinek a vívmányait a mai napig éljük, és úgy gondolom, hogy talán a legaktuálisabb üzenet a mai világban az pontosan Rákóczi Ferenc fejedelemtől származik, aki azt mondta, hogy üzenem a jövőbeli gyermek nemzedékeknek Magyarországon, hogy őrizzék és szeressék hazájukat, és legyenek nagyon büszkék arra, hogy ezen a földön élhetnek, őrizzék meg kincsét és értékeit, és beszéljenek róla úgy, mintha egy kincs lenne. A nyíregyházi Rákóczi utca 1908-ban annak az emlékére kapta a nevét, hogy Rákóczi György seregei Erdély felől ezen az úton vonultak a rakamazi német tábor ellen. Később Rákóczi Ferenc kurucaival többször haladt el ezen az úton, míg nem 1906-ban hamvai hazahozatalakor szintén ezen az úton ment Szabolcs megye lovasküldöttsége Kassára, a nagy fejedelem temetésére.